A Donbászi frontvonalról visszatért ukrán katonák elmondása szerint az, ami a keleti fronton van, maga a földi pokol. Mint mondták, Szeverodonyeckben az orosz katonák minden potenciális védelmi állásukat megsemmisítették, az erdőket felégették, hogy ne tudjanak lövészárkokat kialakítani. A mi harcostársaink sosem adják fel. Győzni fognak még a teljes megsemmisülés előtt, amíg el nem érjük a 2014-es határokat, beleértve a Krímet is. Nagyon nehéz dolgunk van. Hadd hangsúlyozzam még egyszer. Embertelen körülmények között kellett harcolnunk. Tényleg embertelen körülmények között. Nehéz elmondani, mit érzünk most, vagy mit éreztünk akkor. A végsőkig harcoltunk. Meg kellett semmisítenünk az ellenséget, bármi áron, mondta egyikük. Eközben Szlovjanszkban egy horgászboltot alakítottak át elosztó központtá a helyi katonai egységek számára. Szeverodonyeszk elfoglalása után az orosz hadsereg most a szomszédos Liszicsanszk felett akarja megszerezni a hatalmat. A település eleste ugyanis teljes ellenőrzést biztosítana a Donbászt alkotó egyik terület, a Luhanszki régió felett.